Sziasztok! Idén is megrendezésre került a sportnap, itt vagyunk a Velencei tónál, ahol a diákok és a tanárok izgalmasabbnál izgalmasabb sporttevékenységeken vehetnek részt. Tartsunk velük! Itt vagyok a prügyi iskolásokkal, köszöntelek benneteket. Elsősorban a tanár úrtól szeretnék kérdezni. Tanár úr, hány fővel érkeztek ma? 17 fővel érkeztünk, elég korán indultunk, de hát megérte, hogy ideértünk, mert hát szép látvány fogadott minket, úgyhogy a gyerekeknek is nagyon tetszik. És hogy érzi magát a tanár úr? Nagyon jól érzem magam. Én sem jártam még itt, tehát ez a látvány engem is lenyűgöz. Ha jól tudom, akkor voltatok a várkiállításon, ugye? Igen. És volt esetleg kedvenc várad? Igen, a Pateplón. Ha jól tudom, akkor te még soha életedben nem sárkányhajóztál. Igen. Mit gondolsz, milyen élmény lesz? Hát nem tudom. Lehet jó élmény lesz, mert még nem voltam rajta, és kíváncsi vagyok, milyen lesz. Köszönöm szépen, neked pedig jó szórakozást! Itt vagyok Oliviával, aki a 7. A osztály tagja. Hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magamat, annak ellenére, hogy elég korán kellett kelnem, de azért jó a társaság is. Milyen sporttevékenységet választottál ma? Kedves Emma, milyen sporteseményen fogsz ma részt venni? Sárkányhajózni fogunk. Várod már? Igen. Sok sikert kívánok. Tanárnő, mit gondol, hogy fog teljesíteni az osztály a mai sárkányhajózáson? Remélem, hogy nagyon jól fognak szórakozni, és a közös evezés talán még jobban összehozza majd a csapatot. Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm. Itt vagyok Iza tanárnővel, aki tudomásom szerint a legrégebbi ismerősünk a prügyi iskolásoktól. Tanárnő, hogy érzi most magát? Nagyon jól köszönöm szépen a kérdésedet. Hát igen, én vagyok itt a legrégebbi kapcsolat, és nagyon nagy izgalommal, meg hát én mindig nagyon nagy meghatottsággal vagyok itt. Akik gyerekek ismernek, ők már ezt nagyon jól tudják, hogy nekem gyakran könyszökik a szemembe. Ahogy mi most jöttünk, ez ugyanígy volt, mert ezek a gyerekek, akiket mi hoztunk a ti iskolátokba, és a nagy hálával és köszönettel tartozunk nektek, hát ezek a gyerekek soha nem jutottak volna el ide. Tehát ők valószínű, hogy most először, és lehetséges, hogy utoljára látják egyáltalán a Velencei tavat, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi is nagyon szépen köszönjük, és további sikeres tanévet és eseménydús évet kívánok!